dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! A napokban Egyházmegyei Caritas szervezetünk fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Jó alkalomnak bizonyult ez az évforduló arra, hogy visszatekintve az elmúlt negyed évszázad szociális és karitatív tevékenységére, amelyet egyházmegyénk szervezete a szegények szolgálatában teljesített, újból felelevenítsük magunk előtt a krisztusi tanítást. Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Mert példát adtam nektek, amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek egymással. Az évfordulós ünnepi hangulatban jó volt felidézni az elmúlt éveket. Megelevenedtek előttünk az 1989-es fordulat utáni újrakezdésnek a lehetőségei, amelyek új utak megkeresésére és olyan vállalkozások megragadására késztettek, amilyenek a kommunista diktatúra ideje alatt szervezett formában ugyan nem kerülhettek megvalósulásra, bár akkor is a testvéri szeretetszolgálatnak gyakorlását lelki pásztoraink és híveink egyaránt lelkiismeretesen és kitartással vállaltak és végeztek a rászorulók között. Ezért most hálát adhattunk ezért a szolgálatért, amelyet az elmúlt évtizedekben a krisztusi tanítást követve Caritas szervezetünk az egyház és mindannyiunk nevében kitartóan teljesített. Továbbra is kérem kedves híveimet és minden jó akaratú embert. Folytassuk ezt a hálaadást ezért a szolgálatért, hogy ezáltal is még jobban elmélyüljön bennünk küldetésünknek tudata. Mert keresztény életünknek minősége abban nyilvánul meg igazán, hogy hogyan és milyen mértékben sikerül gyakorlatban ültetnünk mindazt, amire az Úr Jézus tanít bennünket. Mennyire látjuk meg a mindennapi környezetünkben azokat a legkisebbeket, akikről Jézus beszél, és hogyan tudunk hozzájuk közeledni, feléjük lehajolni Jézus példáján okulva, amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek egymással. De azt is jó volt megtapasztalni ezen az évfordulón, hogy együtt ünnepeltek velünk sokan azok közül is, akik éveken, sőt most már azt is mondhatjuk, évtizedeken keresztül elköteleződve irántunk, hűségesen kitartottak mellettünk ebben a szolgálatban. Itt voltak támogatóinknak képviselői is, akik közül sokan második otthonként tekintik Egyházmegyei Caritas szervezetünket. Tudjuk róluk, hogy nem kötelességből szervezik meg segítő programjaikat. Nem elismerést keresnek áldozatos feladajánlásukkal. Ellenkezőleg önmagukról lemondva, időt és anyagiakat áldozva nagy kreativitással támogatják a szegények és szenvedők megsegítését célzó programjainknak biztosítását. Sokszor elhangzott irántuk a köszönet szava mindazért, amit a mi betegeinkért, a mi szegényeinkért, a mi időseinkért tettek és továbbra is tesznek. De azért is elhangzott a köszönő szó, amiért felismervén az idők jeleit mellettünk voltak akkor, amikor leginkább szükségünk volt segítségre és irányításra. Gondolok itt a kezdeti időkre. És hogy majd később is szerényen és hittel, az ember iránti szeretettel és tisztelettel kitartottak az evangéliumi tanítás megvalósításában. Mert éheztem és ennem adtatok. Szomjaztam és innom adtatok.
mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Most az évfordulós megemlékezések és ünnepségek elmúltával azok, akik tudomásul veszik egyházunknak és benne saját Caritas szervezetünknek ezen áldásos tevékenységét, és a helyi vonatkozásokon túl még azt is, hogy országunk többi katolikus egyházmegyében is folytonos odafordulással szervezik és végzik a szegények és rászorulók megsegítését, talán megelégedéssel nyugtázhatják magukban, jól van ez így, történik valami az emberekért, egyházunk ott van, ahol szükség van a bajok és szenvedések enyhítésére. Azt is gondolhatják, és gondolhatjuk, nem csak a szavak és Jámbor tanítások közösségéhez tartozunk, mert a tettek, amelyek a szeretet szolgálat által reményt és vigasztalást hoznak, ezek igazolják hitünknek erejét és annak szépségét. Csak hogy nem állhatunk meg az ilyen megállapításoknál. Még akkor sem, ha ezek pillanatnyilag az említett évforduló alkalmával is megelégedéssel tölthetnek el és igazolhatnak bennünket, Krisztus követőket a világ előtt. A megállapításokon túl nyitott marad előttünk a kérdés. Hogyan állok én most a körülöttem észlelt szegénységgel és a szenvedéssel szemben? Mit vállalok én személyesen azért, hogy körülöttem sok embertársam ne legyen a kilátástalanságnak, kitaszítottságnak vagy nyomornak áldozata? Tisztáztam-e már magamban azt, hogy Jézus tanítása reám is személyesen vonatkozik? Mert számomra az az igazán értékes szeretetszolgálat, amikor én személyesen nyújtok kezet a szenvedőknek, és melléjük állok. A Szentírásból tudjuk, hogy az Úr Jézussal történt, hogy amikor az egyik tanító útján nagy tömeg vette körül, egy beteg asszony gyógyulást keresve a mester közelébe férkőzött, és megérintette őt. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját is érintem, meggyógyulok. És meggyógyult. Jézus megérezte ezt az érintést. Hozzáfordult, és megerősítette a gyógyulást kereső asszonyt. Bízzál, leányom, hitet meggyógyított. Kedves testvéreim, milyen szép ez a történet, és mennyire igaz lehet a mi életünkben is. Keresztényeknek valljuk magunkat, azaz Krisztus követőknek. Legyünk olyan keresztények, akiket meg lehet érinteni, és akik nem érzéketlenek a rászorulók bajaival szemben. Legyen életünknek kisugárzása, hogy vigasztalást, enyhülést, reményt és örömet vigyünk az emberekhez, főleg a legelhagyatottabbakhoz. Ne resteljünk odafordulni vagy lehajolni azokhoz, akiknek enyhítő szavunkra, megerősítő kezünkre vagy cselekedeteinkre van szüksége. És ahol csak Jézus megfordult, jót cselekedett, mondja Péter a Cornélius házában összesereglett testvéreknek. Ilyen legyen a mi életünk is. Egy tanúságtétel a szolgálat által.